2020-ban Magyarországnak jó kukorica termése volt, az ár emelkedését az erős kereslet okozta. Elsősorban a búza, napraforgó és szója magas ára miatt növekedett. Emellett a környező országokban és a kontinensen kívül is nőtt a kukorica iránti kereslet. Az ár most történelmi magasságokba ugrott. A takarmányokhoz alapvető dolog, hogy fehérje kerüljön be, és emiatt ugye ennek a pótlására kukoricából is ugye nyilván a takarmányipar próbálja ezt pótolni, illetve exportban nagyon erős a húzás az exportnak. Európa hiányos kukoricából, tehát ugye eleve nem megy ki Európába a kukorica, hanem befelé fog jönni, de itt Magyarországról óriási mennyiség ment ki az elmúlt esztendőben, körülbelül 4,3 millió tonna. És ebből is igazából négy ország adja a 3,5 millió tonnás nagyságrendet. Azt jelenti, hogy a legtöbb mennyiség az Olaszországba, Németországba, Ausztriába és Romániába ment ki. Tehát a négy országban összesen kivittünk egy év alatt 3,5 millió tonna kukoricát. Ezt még hozzá kell tennünk, hogy Kína ugye nagyon sok sertés veszett el a sertésfestésben. Egyébként is változik ott az étkezési kultúra, és az emberek megpróbálnak több húst, illetve szeráliát enni. És emiatt ott van jókora növekedés mindenképpen a takarmány területen, mert mindenképpen több takarmányt igényel Kína is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon van egy felfokozott kereslet, ami mindenki ilyenkor mindig azt jelenti, hogy az árak fölfelé mennek. Hát az induló árakhoz képest most meghaladta 70 ezer forintot a kukoricának az ára Magyarországon, ami úgy gondolom, hogy történelmi nagyságrend. Lakatos Zoltán szerint további áremelkedés már nem lesz, hiszen aki akart, már bevásárolt a terményből. A kukorica termés mennyiségét nagyban befolyásolja az éghajlat. Európa északi országaiban túl hideg van hozzá, délen pedig túl meleg és száraz az időjárás. A szakemberek szerint idén jó minőségű, kellő mennyiségű termés várható. A kukorica termésben még nem lehet látni, nyilván még a vetés hátra van, de egy biztos, hogy mivel nem volt nagy vetés terület búza, tehát nagy növekedés búzavetés területben nincsen, mert ugye egyrészt nem is tudták elvetni a búzának a vízesedés miatt és a nedves talaj miatt. De a kukoricából mindenképpen most egy ilyen nagyon szép talaj várja a kukoricát, mert kellő mennyiségű víz van benne a talajban, tehát nyilván meg tud indulni a dolog, tehát itt egy nagyon szép termés lehet Magyarországon vetés terület alapján. Nyilván attól függ, hogy mit fog lenni, milyen időjárás fog lenni Magyarországon ebbe az esztendőben, majd a 21-es esztendőben. De úgy gondolom, hogy a gazdáknak már minden technikája megvan az, hogy amit nyilván el lehet követni a talajmunkába, növényvédelembe, nyilván meg fogják tenni. Itt az időjárás ügyben tulajdonképpen, hogy milyen nagyságrend ez az, amit Magyarországon adni fog kukoricából. A kukorica termés átlaga 2020-ban országosan mintegy 8,5 tonna volt hektáronként, amely történelmi rekordot jelentett. Az elmúlt 5 év átlagát 14,5%-kal haladta meg. Ezzel eredményes évet zártak a hazai gazdálkodók. Az európai kukorica termés ennek ellenére 4-5 millió tonnával maradt el a várttól.